Az Országos Statisztikai Hivatal egy régebbi összesítésében az szerepel, hogy az 1992-2002 közötti időszakban Temes megyében a magyarok 63,6%-a más nemzetiségű társat vett el. Általában ezekben a vegyes házasságokban a magyar fél román partnerrel kötötte össze életét. Mai adásunkban egy olyan házas párt mutatunk be, ahol mondhatnánk egzotikusabb a felállás. Tartsanak velünk! Anna, can mommy put the strawberries in? Oh, we're going to eat the strawberries, don't we? Super. Anna sokat kutyázott, igaz? De Anna már sokat hintázni. Te hagyni Ádámot is egy kicsit hintázni. Igaz, Ádám? Bálint Zsolt és Stodard Nikola 10 éve ismerkedtek meg, és 6 éve házasok. Volt egy EU szervezett találkozó egyetemistáknak Flensburgban, a határnál Dániával, és arról volt szó, hogy hogy működik a többséggel, meg a kisebbséggel egész Európában. Európában a kisebbségek jogairól. Uh-huh. Igen. És elhívtak nagyon sok országból, kisebbségből is, fiatalokat, meg a többségből is. Akkor Romániában is voltunk, vagy nem tudom, 8-10 tatár, cigány, román, aromán. Én vagyok Skóciában a többség, és Nagy-Britániában a kisebbség. Akkor két oldalán, két oldalból látom az a dolog. De én voltam az egyetlen skót. Tehát végül is mi egy EU projekt, EU család vagyunk. Tehát így az Európai Unió nélkül ez így nem valósulhatott volna meg. Tehát ez tényleg mindenféle szempontból. Európaiak vagyunk. Zsolt a Temes megyei Zsomboyán cseperedett fel, Nikola Edinburgh-ban, Skóciában. Az első találkozás azért tudott folytatódni, mert mindketten Németországba költöztek, igaz, ezt a döntést mindketten akkor hozták meg, amikor a másik fél még nem volt képben. És az elején milyen volt a közös nyelv? Angol? Német? Angol. Valahogy soha nem beszéltünk egymással németül, ez nekünk mind a ketten furcsa. Ez nem az én anyanyelvem, Zsolt anyanyelve se. És angolul beszéltünk annál a találkozónál mindenki. És így maradt egy jó ideig. És Zsolt rábeszélt, hogy tanulj meg magyarul, vagy neked jött az ötletet, hogy tanulj meg magyarul? Én akartam, mert hát valahogy ez furcsa, ha Zsoltnak van egy egész élet, amiben én nem tudok részt venni, ha nem tudok magyarul. Amikor először ide jöttem, csak annyit tudtam mondani, hogy köszönöm szépen a vacsorát, nagyon finom volt. Pedig pacaleves volt az első vacsora, és az nekem nem finom volt, de nem bírtam mondani. A skót lány néha még keresi a magyar szavakat, ettől függetlenül tökéletesen kifejezi magát. De az, ami nagyon segített, kaptam ösztöndíjat a Debreceni Nyári Egyetemre, ez egy ilyen intenzív tanfolyamat két hétre. Az 2008-ban volt, és csak ott tanultam összerakni egy mondat, és tényleg beszélni. És azóta csak beszéltem, nem is jártam tanfolyamra. A lányom azt mondta nekem, hogy csak vele, meg a szüleimmel szabad angolul beszélni. Az apjával csak magyarul lehet beszélni. Megtiltotta nekünk, hogy angolul beszélünk egymással valahogy. Nem, de otthon így, hát ilyen 80% szerintem angolul. Igen. De most már egyre többet magyarul. Főleg itt. Meg most már kezdjük tanulni a románt, a Nikola kezdi tanulni a románt. Már egy éve kb. Tanulja. És most már, hogyha valamit, olyat akarunk beszélni, amit a lányunk nem kéne megértsen, akkor a románul próbálunk beszélni egymással.
A riport Zsombolyán készült, ugyanis a házas pár két gyerekükkel itt tölti a nyár egy részét. Annát, a nagyobbik gyereket, erre az időszakra beiratták óvodába is. Nikolá szüleihez is el szóltak menni, karácsony körül 3 hetet tartózkodtak ott. Úgy látszik, a villámlátogatás náluk nem ismert fogalom. Nikola gyereknevelési szabadságát tölti, Zsolt interneten keresztül dolgozik egy cégnél. Elárulta azt is, hogy ebben a csendes kis környezetben gyorsabb internettel rendelkezik, mint németországi kollégája munkahelyen. Az internet sebességétől függetlenül Németországban képzelik el jövőket. Come on, we have a strawberry. Thank you, Anna. Az a kultúra teljesen más. Az, aki kicsit... Hát nem olyan herzli, hogy mondom, herzli. Nem olyan nyitottak, kicsit zárkózottak. Nehéz bekerülni egy német baráti közösségbe. De... Mondjuk ezt úgy oldottuk meg, hogy Stuttgartban egy nagyon-nagyon fantasztikus magyar közösség van, nagyon-nagyon sokan vannak, és éljük a magyar közösséget ott. És így már tehát a magyar közösségen keresztül is szereztünk már német barátokat, akikkel így sikerült már oda jussunk, hogy így összejárunk, hát majdnem 10 év után. Tehát vannak német barátok is, magyar barátok is, de az, ami minket ott tart, az tényleg a magyar közösség, és nem a német. Most tényleg Zsolt helyett egy pillanatra Annára figyeljenek. Ok, amiért mi még ott vagyunk. Mert a magyar közösség tényleg jobb. Anna egy biciklistának köszönt. Megtanulta, hogy Zsombolyán a román ismerősüknek Buna Ziwát kell mondani. Ő és 10 hónapos testvére Ádám több nyelvet is megtanul, mire iskolába megy. Ha gyerekek felnőnek, akkor hány nyelvet fognak beszélni? Vagy 3, vagy 4, attól függ, hogy megy a román. Az biztos, hogy angolul, magyarul és németül, én csak angolul beszélek vele, Zsolt csak magyarul, és az óvodánál csak németül. A Bálint család Stuttgartban tölti az év nagy részét, de bátran megindulnak ide-oda a nagyvilágba. Mostanában inkább Edinburgh-be és Zsombolyára utaznak, de állítják, a skót nagyváros azért nem annyira természetközeli. Nincs olyan szép zöld, ahol gyerekek csak ki lehet menni és játszani. Hát nincs az a szabadság és nincs az a természethez való közelség, mint itt. És itt meg az azért egy érzés, amikor a gyerek felébred, kijön a szobából, és lemegy földje precedni a nagymamával, vagy a nagytatával, vagy elmegy megetetni a csirkéket, megsimogatni a cicákat. Az azért mindenkinek jó. Tehát a nagyszülőknek jó, a gyerekeknek fantasztikus. Mi meg élvezzük, hogy van egy kis segítségünk, és így nyugalom van itthon. Igazán? A végén még elmentünk egy adag epret szedni. Meggyőződtem, hogy Nikola tényleg mindig angolul, Zsolt pedig mindig magyarul szól a kislányhoz, Anna pedig nem keverte a két nyelvet. A 2 vagy 3 nyelvűség a bánságban egyáltalán nem volt szokatlan jelenség, az emberek tudtak magyarul, románul, németül, esetleg szerbül. Sajnos manapság kissé kiment a divatból ez a sok nyelvűség, de a Bálint család példáját felhozva mindenki meg tud tanulni egy idegen nyelvet, ettől csak gazdagabb lesz. Teszünk még több vizet, jó? Anna viszi, igen. Very careful, both hands.